Kedves nézőink, a Dunaföldvár Televízió november 30-ai adásával jelentkezünk. Jó estét kívánok! Tekintsék meg Földvár Mozaik című műsorunkat. Ma esti adásunkban a következő témákat láthatják. December 9-én lesz az idei esztendő utolsó véradása. A Művelődési Házba december 9-én csütörtökön 9 órától 16 óráig véradás lesz, ahova szeretettel várom a régi és az új véradóinkat. Nagyon nagy szükség van rájuk, a decemberi véradásaink általában jól is szoktak sikerülni. Mayer Mihály megyés püspök szentelte fel a megújult Bölcskei katolikus templomot. A felújított templom az mindig az emberek lelkületét is szimbolizálja, ahol azt látjuk, hogy rendben van a templom kívül is, ott feltételezzük, hogy a falunak a lelkülete is egészségesebb, mint ott, ahol romos a templom. Dr. Csókai András agysebész volt, az evangélikus esték legutóbbi rendezvényének előadója. Az agykutatónak a szemével, és utána pedig a személyes megtapasztalásaimat mondtam el. De most itt jött itt egy kedves hallgató, és mondta, hogy a személyes hitvallás, a személyes tanúságtétel az a legerősebb, legütősebb, így fogalmazott. Tehát nagyon fontos az, hogy mi mindig személyes tanúságtételeket tegyünk a környezetünknek. Városunkban tartotta legutóbbi összejövetelét az Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége. Nem csak az önképzést, az önmegvet szeretném magamat megmutatni, egyúttal a kultúrának minden irányú támogatása. Szeretnénk bejárni szinte az országot, mert Pécstől Debrecenig vannak tagjaink, évente egyszer országos találkozónk, most már évek óta Leányfalunk van, ezek általában nagyon jók. Több mint 3 kilogrammos volt a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület által szervezett horgászverseny legnagyobb csukája. Én szerintem egy jó verseny volt, mert azért fogtak elég sokat, telepítettünk is előtte csukából, de azok mind ilyen kisebb méretűek voltak, ami nem volt méretes, és azokból is fogtak elég szépen, csak azokat nem lehetett megtartani. Ami még nagyon szép volt, hogy azért fogtak szép csukát is, mert 3300 grammal egy darabba is fogtak csukát. Labdarúgó csapatunk idegenben lépett pályára a hétvégi bajnoki fordulón. Végig esett a hó és a leső a hétvégén. Hogy alakult a mérkőzés, illetve az eredmény? Jó estét kívánok! Jól fogalmaztál, valóban nem a szezon utolsó mérkőzése, hanem ebben az összetételben a Dunaföldvár FC utolsó mérkőzése volt. December 9-én csütörtökön véradás szervez a Művelődési Központban a Vöröskereszt helyi szervezete. Kuti Valériával beszélgetek, a Vöröskereszt helyi csoportjának a vezetőjével. December 9-én véradás. Igen, a Művelődési Házba december 9-én csütörtökön 9 órától 16 óráig véradás lesz, ahova szeretettel várom a régi és az új véradóinkat. Nagyon nagy szükség van rájuk, a decemberi véradásaink általában jól is szoktak sikerülni. Mintha korábban lenne. Hát igen, most mindig a megye elossza a dátumokat, lényegében már egy évvel előre, mindig év elején vagy év végén megvan a következő évi elosztás, úgyhogy ezt a beosztást már tudtuk augusztusban. Véradásra bárki mehet, nem csak a Vöröskereszt tagsága. Igen, a 18. életévét betöltött egészséges magyar állampolgár vagy mindenki, aki szívesen szeretne ebbe a mozgalomba részt venni. A tagság kapcsán pedig felmerül az, hogy a tagságdíjat is fizetnek a tagok. Ezzel mi a helyzet, évvégére sikerült-e begyűjteni? Hát sajnos az idei évünk egyáltalán nem volt sikeres a tagdíjbeszedésben. Nem szerveztünk önállóan az idén tábort, és hát nekünk lényegében a táboros szülők és a támogató szülőink tettek ki a tagság 70-90%-át. Segélyosztásokat valóban tartottunk, 3 hónaponként, sőt, mi több van, amikor egy héten minden nap is, de aki a Vöröskereszthez fordul már segítségért, annak sajnos elég húzós ez a 600 forint, mert lehet, hogy épp a következő heti kenyér és tejpénze.
Ez havonta vagy évente 600? Ez évi 600 forint, a Vöröskeresztes tagsági díj, amit a jövő évtől 2011-től annyival tudtunk kibővíteni, hogy amennyiben a tagságunk a 150 fő Dunaföldvárra meg lenne, akkor tudunk előadókat a családi lapba beírt, akik beírnak oda, Bálint Gazda, Béres, Alexandra, őket meg tudnánk hívni, és nem csak arra szorítkoznánk, hogy tehát csak aki ruháért jön és az, hanem szeretnénk ezt a részét is a tagságnak kibővíteni. Gyakorlatilag akkor most felhívjuk a figyelmet a Vöröskereszt tagoknak, hogy fizessék be a tagdíjat, mert rendezvényeket ebből kell fizetni. Igen, ezúton is szeretnék megkérni mindenkit, aki eddig a támogatónk volt, vagy szeretné támogatni a Vöröskeresztet, akkor itt 9-én a Művelődési Házban megteheti. Itt lesz a Vöröskeresztes tagbélyegek árusítása, és azt még el kell mondanom, hogy nagyon nagy szükség is lenne rá, hogy el tudjuk adni ezeket a bélyegeket, és bővüljön ezáltal a tagságunk is, mert a jövőjében 4 véradás lesz a 3 helyett, és azt mindet szponzorálnunk kell. Tehát étel, ital, sütemény, ami kell a véradás után a véradóknak. Ez a 4 véradás a jövőjében hogyan osztik el évszakonként? Lesz koratavasszal, februárban, nyár elején, júniusban, majd augusztusban, ha jól emlékszem, és decemberben. Uniós pályázati pénz felhasználásával újult meg a Bölcskei Katolikus Templom. Püspök úr, rövid időn belül itt a régióban a második templom szentelésre került sor, felújított templom szentelésre. Ez azt hiszem öröm az ön számára is. Mindig öröm minden hívőnek, ugyanúgy a püspöknek is, amikor egy-egy templom felújul, és amikor a templomot meg lehet áldani. Így volt ez néhány héttel ezelőtt Dunaföldváron a Ferences templommal, ugyanúgy most itt Bölcskén a katolikus templommal. A felújított templom az mindig az emberek lelkületét is szimbolizálja, ahol azt látjuk, hogy rendben van a templom kívül is, ott feltételezzük, hogy a falunak a lelkülete is egészségesebb, mint ott, ahol romos a templom, és ott, ahol azt látjuk, hogy bizony-bizony, ahogyan hallottuk a mise végén, ott a társadalom is megújulásra szorul, és nem csak a gazdaság. Milyen forrásokból állt össze a felújításhoz szükséges pénzösszeg? Nagyon sokan fogtak össze, ha fel kellene sorolnom, minden munkafolyamatot tulajdonképpen más készített, mást a tető, a bádogos munka, ugyanúgy a köműves munka, de ugyanígy a szponzorokkal is, az atomerőmű, az RT, a híveknek az összeadása, ugyanúgy hallottuk, hogy a takarékszövetkezet is, talán így mondanám, hogy nagyon jutányosan vagy ingyen kezelte a pénzeket és gondoskodott róla. Tehát jelzi azt, amikor az emberek összefognak, és nem csak egy-két ember, hanem többen, akkor annak megvan a társadalmi látszatja is. A mai esemény a térségre is kisugárzott, kihatott, hiszen érkeztek az ünnepségre, a misére vendégek Dunaföldváról, Bölcskére, Madocsáról is, a környező településekről. Tehát valóban egy ilyen templomszentelőnek kisugárzó hatása ereje van? Ez azt is jelzi, hogy a bölcskei emberek milyen sok helyen dolgoznak, és a bölcskei emberek, amikor így mondanánk, hogy szétszóródtak, akkor nem elvesztek, hanem a szétszórtságból megint összejönnek és örülnek a saját községüknek. Polgármester úr, ez a mai mise, illetve ünnepség, azt hiszem nem csak a katolikus hitközösség számára ünnep, hanem az egész település számára ünnepet jelentett. Így van, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a településünkön ilyen történhet, amikor az egyházi fejlesztés, egyházi beruházás az egyben egy községi ünnep is. Én úgy gondolom, hogy az együttműködésnek egy nagyon szép példája ez az összefogás, és azért különleges még, mert nem csak a katolikus templom felújításáról van szó, hanem a református templom, az, akik szintén pályázaton nyertek pénzt, és mindez akkor történik Bölcskén, amikor iskolát építünk.
és ez egy óriási büszkeség, hogy akkor újítunk fel templomokat, amikor iskola épül. Én azt mondom, hogy ez maga a jövő, a település jövője, és miután ez így történik együtt, azt is el kell mondani, hogy itt az emberek hittel élnek, hittel tanulnak, hittel dolgoznak, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen eredménnyel, ilyen összefogással történhet mindez. Mint hallottuk, a helybeli lakosok és adományokkal, pénzzel, munkával segítették az építkezést, a felújítást. Azt hiszem nem volt nehéz őket mozgosítani erre a nemes feladatra. Én azt hiszem, hogy értelmes célra, nemes célra mindig van pénz, mindig kell, hogy legyen erre anyagi háttér, anyagi tartalék. Természetesen jelentős a pályázati nyereménypénz is, de mindez véleményem szerint ekkora beruházás nem lett volna elég, hogyha ez a sok-sok helyi adomány nem történik hozzá. A templom felújítási munkálatok egyik aktív szervezője Tomorik János volt. Honnan született az ötlet, hogy ezt a templomot fel kell újítani? Nyilván az idő is közbeszólt. Igen, már több éve terveztük, hogy a katolikus templomnak épp itt az ideje, hogy fel tudjuk újítani. A tetőszerkezet romos állapotba beázott, és nagy mértékben a födém szerkezetet megrongálta. Nem beszélve arról, hogy olyan eternitet raktak fölőseink, ami környezetszennyező is, és épp ideje volt, hogy bármi áron ezt lecseréljük. Nagyon jó lehetőség kínálkozott, interneten találtunk meg egy pályázatírót, aki szívesen vállalta a pályázat elkészítését, és egy fél év várakozás után nyert pályázatot kaptunk. Ezután jött még csak a kemény munka, hisz a pályázat kiírásainak megfelelve kellett végig vinnünk a beruházást, és egy 15 milliós elnyert pályázat helyén egy 25 milliós beruházást hajtottunk végre. Nagyon sokat köszönhetek a Paksó Atomerőműnek, az állványszerkezetet, a bádogos munka egy részét támogatásként adta, a helyi vállalkozóknak, a környező vállalkozóknak, illetve azoknak a hívőknek, akiknek az adakozásából sikerült ezt a 25 milliónyi forintot előteremteni, valamint nagy köszönetet kell mondani a Dunaföldvár és Vidéke Takarék Szövetkezetnek, aki megfinanszírozta ezt a 15 milliós költséget, amit az állam utófinanszírozásként ki fog fizetni számunkra. Pillanatnyilag ott állunk, a templomunk elkészült, kifizettük a kivitelezőt, és beadtuk a pályázat részletezéseit. 3-4 hónapot várunk arra, hogy az állam a finanszírozó bank részére kifizesse a 15 millió forintot, és nekünk a kamat, ami önerőként jelentkezni fog ezután. A munkálatok is viszonylag rövid idő alatt befejeződtek. Mikor kezdődött, illetve hát ilyen képesen most fejeződött be a munkálat? Igen, nagyon rövid idő állt a munkálatnak, a munkáknak az elvégzésére, hisz a Paksi Atomerőmű adott időpontba állította fel az állványt. Augusztusban kezdtük a beruházást, illetve a projektnak a megindítását, és most november második felében teljesen el tudtuk készíteni a homlokzatot, a tetőszerkezetet, a csapadékvizelvezetést, valamint egy térkőburkolatot kapott a templomnak a környéken. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy a templom felszenteléséről készült bővebb összefoglalónkat Mozaik Plusz című műsorunkban tekinthetik meg. Dr. Csókai András, agysebész, Bátorság az örömhöz címmel tartott előadást az evangélikus templomban. Az evangélikus esték keretei között Bátorság az örömhöz címmel tartott előadást miért épp ezt a címet választotta? Azért, mert sokszor azt érzem országunkban is, bár sok szép dolog történt velünk az elmúlt évben, hogy sokszor az emberek örömtelenek, elégedetlenek. És bizony azért ez a cím, és azért kell Bátorság az örömhöz, mert nem az örömhöz kell a bátorság, hanem az örömöt megelőző szenvedéshez. A öröm kereszt nélkül nincsen. Európának talán ez a legnagyobb baja,
hogy Krisztus ugyan kell neki, de a keresztet ki akarja dobni. És nincs kereszt, tehát nincs húsvét nagypéntek nélkül. Tehát öröm nincsen kereszt nélkül, és bizony ez egy tudatos vállalás, hogy vállaljuk a szenvedést, a nehézségeket, még ezekben az örömteli időnkben türelemmel vagyunk adott esetben, és tudjuk azt, hogy ha imádsággal, odaadó élettel próbáljuk az evangéliumnak a kéréseit követni, akkor előbb-utóbb az életünk egy örömirányt vesz. Tulajdonképpen erről szólt ez az előadás, és ezt egyrészt általánosságban beszéltem erről, egy kicsit teológiai szempontból beszéltem róla az agykutatónak a szemével, és utána pedig a személyes megtapasztalásaimat mondtam el, de most itt jött itt egy kedves hallgató, és mondta, hogy a személyes hitvallás, a személyes tanúságtétel az a legerősebb, legütősebb, így fogalmazott. Tehát nagyon fontos az, hogy mi mindig személyes tanúságtételeket tegyünk a környezetünknek, hogy bizony az imádságunk, a vallásban való elmélyedésünk, a keresztény életmódunk milyen örömökkel szolgál, milyen megoldásokkal szolgál az életünk problémáira. Ha ezt nem mondjuk, akkor csak keresztény gettók fognak kialakulni. Jól érezzük magunkat a gyülekezetbe, templomunkba, a misén, Isten tiszteleten, a közösségi együttléteken, de nem fog terjedni az evangélium. És Krisztus arra hív minket, hogy menjetek és terjesszétek az evangéliumot. Nem az, hogy menjetek, legyetek együtt és örüljetek az evangéliumnak. Persze ez is, de terjeszteni kell. Ez egy rendkívül fontos dolog nekünk laikusoknak. Az 1998-as esztendő hozta meg az ön életében a változást. Mi történt 1998-ban? Úgy elrontottam, úgy összekutyultam az életemet, mert egy Isten nélküli életet éltem tulajdonképpen 20 éves koromtól 42 éves koromig. Hogy végül önkéntelen is kerestem valami megoldást, visszapróbáltam fordulni a gyermekkoromnak a hitéhez, és ez sikerült, és rögtön megkaptam az életembe a megoldást, visszatértem a gyermekkori hithöz, újra felvettem a kapcsolatot a Szent Háromságos Istennel, és egyből kivirult az életem, és egyből megoldódott az életem, és azóta is megpróbálok ebbe élni, és itt nap mint nap ezt követni. Tehát ez egy borzasztó lényeges pont, hogyha jön egy megtérési fordulat, ahol nincsen vége a kísértéseknek, nehéz lesz, sok szenvedés lesz, de mindig legyen meg az irányultságunk, a kapaszkodásunk, hogy hogy mászunk ki Krisztus segítségével a kis gödreinkből, kisebb vagy nagyobb gödreinkből. Ez az irányultság, a megtérési folyamat. Az életünk végéig szaladunk tulajdonképpen az Úr Jézus után, mert utalérni nem tudjuk, de mindig ott vagyunk a közelében, és mindig fogjuk. Önt agysebészként ismerik Magyarország tévénézői. Az agysebészi munkájában mennyit segített az, hogy megtért, hogy megtalálta a hitét? Igen, amióta imádkozó orvos vagyok, imádkozó idegsebész, ugye azóta vannak találmányaim, azóta tudom jól végezni a munkámat, azóta tudom jó önkritikával végezni a munkámat, mert az is fontos. Azóta próbálom felvenni a betegeknek a szenvedését, és a betegek szenvedését, ha felveszi az orvos, akkor az megmozgatja a gondolatait, abból lesznek a kreatív ötletek, és ezt mind-mind megélem nap mint nap. Persze a sok szenvedésnek a felvételére egy ember nem képes, azt tovább kell tudni adni. Hova tudja az ember továbbadni? Nem úgy kell továbbadni, hogy a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel veszekszem, vagy a alkoholba, kábítószerbe folytom a betegek által felvett szenvedést, hanem Krisztusnak adom tovább, imádkozom, és avval le tudom, helyére tudom venni ezt a sok szenvedést, amit látok a kórházba, és kreatív energia származik belőle. A másik védekezési forma, hogy cinikusan nézem, csak akkor nem leszek jó orvos, nem tudom jól végezni a munkámat, mert nem érint meg, nincs ami arra inspiráljon, hogy egyre jobban dolgozzam. Tehát ezért nagyon fontos, hogy együtt szenvedjünk a beteggel, az inspirálni fog, de hogy ne menjünk tönkre ebbe, ahhoz kell az Úr Jézus, és a való kapcsolat. A munkatársai hogy fogadják ezt a fajta gyógyító szemléletet? Ahol most én Miskolcon dolgozom, ott egy jó környezetben dolgozom, elfogadják. Azt, hogy mennyire van hatása rájuk tulajdonképpen, azt nem tudom. De egy nagyon jó közösségben dolgozom ott Miskolcon, ilyen jó baráti közösségben, úgyhogy megy a munka, nincs problémám vele. A betegekkel való személyes kapcsolata változott az elmúlt 12 évben?
hát rögtön nagyot változott ezzel a, úgymond Isten felé újrafordulásommal, mert egy sokkal empatikusabb orvossá váltam. Hát azelőtt, hát egy közepesen dolgozó orvosként éltem a mindennapjaimat. Hát borzasztó fontos, hogy az ember a beteg, szenvedő beteggel empatikus legyen, és beleélje magát. Tehát én azt gondolom, hogy ez a betegek javára is vált. És megtalálta a boldogságát? Persze, hogy megtaláltam. Az ember boldog annak ellenére, hogy tudja, hogy nap mint nap kicsit meg kell járni a nagy pénteket. Tudja az ember azt, hogy a Jóisten semmit nem kér erőnkön felül, de mindent kér tőlünk. És hogyha mi ezt a mindent oda tudjuk adni, akkor nyugodtan, boldogan alhatunk el minden nap. Az Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége Dunaföldváron az Ispánházban tartotta szokásos havi összejövetelét. Első alkalommal jön össze vidéken az Alkotó és Képzőművészek Országos Szövetsége. Ezúttal a helyszín Dunaföldvár és az Ispánház. Te vagy a rendezvény házigazdája, Tamás. Miért döntött így a szövetség, hogy kimozdultok Budapestről? Szeptemberben, vagy korábban az elnökség azt kérdezte meg a Pesti Akiosz gyülekezetnél, hogy ki vállalná megrendezni a vidéken. Akkor hárman vagy négyen jelentkeztünk, és engem, jobban mondva nem engem, hanem Dunaföldvárt jelölték, hogy itt legyen az első, úgymond vidéki összejövetel, mármint a havonta jelen jövünk össze, minden hónapban, és most jelen van először nem a fővárosban, hanem vidéken. Mi a benyomása a kollégáidnak Dunaföldvárról? Hát elsősorban csak jelenleg átmenőben volt, jöttek ide, de délután folyamán, meg én is majd elmondom meg, akik feljöttek a vártoronyba, a csodálatos. Mi lesz a mai program? Egyrészt az Éva, Pécs Éva az elnökünk, bemutatja annak, aki nem a tagja az Akiosznak, bemutatja az Akioszt, és ezt követően pedig mindenki, aki a képzőművészek közül, aki hozott magával alkotást, az bemutatja, azt követően, illetve és a vers, illetve próza mondás, már az alkotók elmondanak egy-egy verset, prózát, és kritikait nem lesz, de megbeszélgetés lesz egyáltalán az alkotásokról. Mi lesz a következő helyszín? Hát Budapest, és az már a télapó, vagy előkarácsony, vagy hogy nevezzem, az már egy kicsit lazább, hát már nem, ez sem szigorú megfeszes, de az kicsit lazább foglalkozás lesz tombolával, meg is a egyebekkel. Ha jól tudom, első alkalommal tartja vidéken összejövetelét az Akiosz, de mielőtt elkezdjük a beszélgetést, kérem tisztázzuk ezt a rövidítést, mit is jelent. Az Akiosz szó az Alkotó, Képzőművészek és Írók Országos Szövetségét jelenti, ami jelenleg olyan körülbelül 40 helyiségből tevedik össze Magyarországnak, volt pár több, kevesebb helye is. Taglétszámunk az meghaladja a 300-at, amiben beleértendő a nagy vonalból hozzánk csatlakozott pártolótagság is, itt Juhász Ferenctől Lator Lászlóig mondhatnám, és a helyiek is. Nagyon büszkék vagyunk a két itteni lakosunkra, a Gát családra, ahol önök nyilván jobban ismerik meg a helyiek. És tulajdonképpen nekik köszönhetjük, hogy ez az első kísérlet, hogy időnként a pesti székhelyű Akiosz egy-egy kisebb helységre, most a kis szót úgy értve, ahol kevesebb tagunk van, és ők mégis mindig eljönnek, ellátogatunk, ahol megvan a fogadókészség. Mikor és milyen céllal alakult meg ez a szervezet? Szervezetünk nagyon régen, a rendszerváltás évében, ahogy ezt ma divat mondani, tehát 21. évében lépett már. Tehát ez nem semmi. Voltak magas pontjai, mélypontjai. Sajnos most egy mélypontban vagyunk, mert 2,5 évvel ezelőtt volt egy elnökváltás,
azóta vagyok én a szövetség elnöke. Akkor anyagilag padlóra kerültünk, sőt padló alá, de hála annak a tagságnak, aki maradt, magja és hű a szövetséghez akkor is, amikor adni kevesebbet tudunk. Megmaradtunk, mindent megteszünk érte, reméljük, hogy a jogi részéből pozitívan jövünk majd ki, és akkor egy kicsit jobb lesz. Milyen céllal alakultak meg 21 évvel ezelőtt? Maga a cél tulajdonképpen, hát ahogy a neve is mondja, hogy képzőművészek, írók szövetsége. Nem csak az önképzés, az önmegvet szeretném magamat megmutatni. Egyúttal a kultúrának minden irányú támogatása. Szeretnénk bejárni szinte az országot, mert Pécstől Debrecenig vannak tagjaink. Évente egyszer országos találkozunk, most már évek óta Leányfalun van, ezek általában nagyon jók. Itt versmondástól próza mondásig, akiket ugye alkotnak is a tagjaink, a festők mindenféle műfajban, és büszkén mondhatom, hogy 12 évestől 93 évesig van a jelenlegi tagságunk, tehát egy komoly időszakot már életkorban értem. Említette, hogy először járnak most vidéken. Mi a benyomása önnek, és hát a többieknek, a kollégáknak Dunaföldvárról? Hát vidéken nem először, de Dunaföldváron én speciál még pláne először vagyok. Nagyon keveset láttunk még, hiszen nemrég érkeztünk Budapestről. Jól megkevert bennünket a közlekedés is. Amit látunk, az gyönyörű. Pontosan ez a hely meg pláne, és ezeknek a költői lelkeknek egyből megnyílik a szívük. Remélem, hogy ez majd érződik az itt létünkbe, és nem győzöm köszönni a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Remélem, hogy többen is jönnek majd hozzánk, közénk. Nagy érdeklődés kísérte a Kisdunán az év utolsó horgászversenyét. Csukafogó versennyel zárult a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület évi versenyszezonja. Szabó Miklossal, az Egyesület titkárával beszélgetünk. Hogy sikerült ez a mai verseny? Az időjárás kedvező feltételeket teremtett, a többi a versenyzőkön múlott. Ez így igaz. 24 fő vett részt a csukafogó versenyen, rablóhalas versenyen. A vízállás miatt itt a versenyek azért elcsúsztak, módosultak, versenynaptárt kellett átírni. Most azt hiszem optimális volt a vízállás is. Igen, ez a rablóhalas verseny, ez nem lett elnapolva, ez megfelelő. Általában november első hétvégén szoktuk rendezni ezt a versenyt. Én szerintem egy jó verseny volt, mert azért fogtak elég sokat, telepítettünk is előtte csukából, de azok mind ilyen kisebb méretűek voltak, ami nem volt méretes, és azokból is fogtak elég szépen, csak azokat nem lehetett megtartani. Ami még nagyon szép volt, hogy azért fogtak szép csukát is, mert 3300 grammal egy darabba is fogtak csukát. Első helyezett lett Pala Attila 4380 grammal, második lett Savajda György, ő 4330 grammot fogott, és Kollár Ervin lett a harmadik, 3490 grammal. Ez a mai nap végül is alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk az egész esztendőre. Milyen évet zárt a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület 2010-ben? Hát tulajdonképpen vegyes. Volt taglétszám visszaesésünk is, mint egy 20 fő körülbelül. De ez éves szinten ez ingadozik, hol több, hol kevesebb a horgász. Elfoglaltságokra hivatkozva kérték, hogy ebben az évben ne válthassanak engedélyt. Alapjában véve gazdaságilag a szokásos mederben volt. Amire számítottunk, bevétel az megtérült. A hal behelyezések ugyanúgy, ami elő van írva nekünk a halgazdálkodási tervbe, azokat elvégeztük, sőt még van vissza valamennyi ponty és csuka behelyezés ebben az évben. Pályázati lehetőségek adottak az idén? Hát sajnos a pályázatok most már úgy néz ki, hogy megszűntek, amik ilyen természetes vizekre
lehetne hasznosítani. Volt, adtunk be mi egy kárpótlást, mivel hogy nagy volt a vízállásunk ebben az évben, hosszú ideig magas vízállás volt, és mentek el belőle halak. Valószínű, hogy a süllő ivadékaink azok mindig kiürülnek ebből a vízből, és erre nyújtottunk be kártérítésre az FPM-hez egy igényt, és meg is ítélik, csak még a pénz nem jött össze rá. Jövőre milyen feladatok várnak az egyesületre? Hát jövőre tisztújító közgyűlés lesz, január közepén várható ennek az időpontja. Úgy néz ki, hogy majdnem minden pozíció megüresedik most, és új tagok fognak lenni. Itt meg is köszönöm a horgásztársaknak az elmúlt évtizedekben támogatásukat a vezetőség részére, és ugyanúgy a vezetőségnek is, hogy előre haladott ez a horgász egyesület. Az őszi bajnoki szezon utolsó mérkőzését játszotta labdarúgó csapatunk. November 25-én került sor az őszi szezon utolsó labdarúgó fordulójára. Cikon játszott DRC megyei elsőosztályú csapatunk, DST-je megyei másodosztályú csapatunk pedig Pálfán lépett volna pályára. Ez a mérkőzés sajnos a rossz időjárási viszonyok miatt elmaradt. A pályán ugyanis nagyon mély volt a talaja, esőzés, illetve a havazás miatt. DST megyei elsőosztályú csapatunk egy tavaszról előrehozott mérkőzést játszott, mégpedig Cikon. Ezt a mérkőzést a rossz talaj ellenére mégis megtartották. Köszöntelek István a stúdióból, az utolsó mérkőzését csapatunk a DFC Cikon játszotta. Nyilván nagyon rossz pálya várt rátok, hiszen tudjuk, hogy végig esett a hó és az eső a hétvégén. Hogy alakult a mérkőzés, illetve az eredmény? Jó estét kívánok, jól fogalmaztál, valóban nem a szezon utolsó mérkőzése, hanem ebben az összetételben a Dunaföldvár FC utolsó mérkőzése volt. Sáros, rossz talajú pályán újra sikerült egy olyan csapattól megveretni saját magunkat, aki nálunk gyengébb csapat lenne. A mérkőzés elején kaptunk egy lecsúszott beadásból egy elkerülhető gólt, utána kaptunk még egyet, számtalan zicsert kihagytunk, végigerőködtük a mérkőzést, és ennek ellenére 3-1-es vereséget szenvedtünk Cikó legjobb 11-től. Ki rúgta a gólunkat? Aserman Gyula lőtte a gólunkat. Az ifjúsági találkozó milyen eredménnyel zárult? 3-2-re nyert a hazai csapat. Köszönjük szépen a tudósítást! Thank you.